Híradónkat látják, köszöntöm nézőinket! A kórházat leszámítva a város intézményei jelenleg tudnak működni, és ez eredmény, tekintve, hogy országszerte egyre több településen kell óvodákat bezárni, iskolai működést korlátozni. Fogalmazott ma délutáni sajtótájékoztatóján dr. Áldozó Tamás polgármester. Hozzátette, az elmúlt egy hétben a kiadott karantén határozatok számában nagy elmozdulás nem volt. Az elmúlt egy hét járványügyi folyamatait összegezte ma délutáni sajtótájékoztatóján dr. Áldozó Tamás polgármester. Azt látjuk a országos sajtót olvasva, hogy egyre több településen zárnak be óvodákat, korlátozzák iskoláknak a működését. Mi ebben a pillanatban kijelenthetjük, hogy a bölcsődék és az óvodák augusztust érintő korlátozott működését leszámítva, itt szeptember második hetében a pápa intézmények tudnak működni, és én ezt szerintem, én ezt eredménynek tartom. A helyi adatok szerint mind az összes karanténhatározat, mind a fertőzöttek száma stabilizálódni látszik, nincsenek nagy elmozdulások. A elmúlt napokban a pozitív eseteknek a száma az 27 esetnél látszik állandósulni, ahol én azt hiszem, hogy az országos számadatokkal összehasonlítva legalább azt eredménynek elkönyvelhetjük, hogy ezek a számok most nem nőnek. Látjuk azt, hogy az országos adatok is nőnek, és a Veszprém megyei esetek száma is nőnek. Nálunk ez a 27 maradt. Ami aggodalomra adhat okot, az az, hogy az elkülönítések száma az enyhén nőtt, de tudjuk azt, hogy több alkalommal előfordult már, hogy az elkülönítés hatája alatt állóknak a tesztjei bizonyulnak pozitívnak. Tehát akkor, hogyha az elkülönítettek száma nő, akkor abból arra lehet következtetni, hogy közülük lesz olyan, aki pozitív esetként a zárlat alatt lévők számát fogja majd növelni. A járványügyi megfigyelés alatt lévők száma ma 42, ez az elmúlt napokban is hasonló volt. Hogyha ezeknek az összességét nézzük, az elrendelt karanténoknak a számát, tehát ebbe ugye összeadjuk az zárlat, a megfigyelés és az elkülönítés hatály alatt lévőket, akkor szintén, amit az elején mondtam, itt ebben a tartományban állandósulni látszanak az adatok, ebből nagy elmozdulás, hál' Istennek fölfele nincs, meglátjuk, hogy tud ez a közeljövőben majd lefelé elmozdulni. Az összes hatályban lévő karantén száma ma délután 85 volt. A polgármester a kórházban kialakult helyzetről is szólt a sajtótájékoztatón. Többen kérdezték tőlünk és várták tőlünk az arra vonatkozó információt, hogy egészen pontosan a kórházra milyen szabályok érvényesek ebben a pillanatban. Én szeretném elmondani, hogy az önkormányzat nem fenntartója, nem működtetője, nem tulajdonosa a kórháznak. A kórházból mi adatokat nem kapunk, mi adatokat nem tudunk továbbítani. Mi úgy látjuk, hogy főigazgató asszony a sajtótájékoztatóján egyébként a jelenlegi ismert állapotokat pontosan bemutatta. A városvezető elismerte, biztosan sokak számára okoz nehézséget, hogy az egészségügyi rendszer nem a megszokott módon működik, de mindenkitől türelmet és megértést kért. Dr. Töreki Vörös Ibolya, Gróf Eszterházi kórház főigazgatója jelentette be ma délután, hogy a kórház szülészet, nőgyógyászat, illetve belgyógyászati osztályán múlt péntektől felvételi tilalom lépett életbe. Az osztályokhoz kapcsolódó szakrendelések munkáját is fel kellett függeszteni. Az érintett szakrendelésekkel kapcsolatban ma minden információt közzétettek a kórház weboldalán. Ma délután sajtótájékoztató keretében jelentette be dr. Töreki Vörös Ibolya, a Gróf Eszterházi Kórház főigazgatója, a kórház szülészet, nőgyógyászat és belgyógyászati osztályán pénteken elrendelt felvételi tilalmat. Augusztus 24-én a kórházunkba egy orvos látogató érkezett, aki a belgyógyászati osztályon végiglátogatta az orvosdoktorainkat, a belgyógyászati szakrendelésen és a kardiológián is megjelent, és erről az orvos látogatóról
kiderült, hogy COVID pozitív. COVID pozitivitása augusztus 28-án derült ki, de a hír az csak szeptember 1-én jutott el hozzánk. Ezt követő nap elrendelték az összes belgyógyászati orvostól és a szakrendelésen szolgálatot teljesítőktől a mintavételt. Másnapra derült ki egy orvos és két asszisztens esetén, hogy vírusbeteggé vált. Ezen a napon a szülészet nőgyógyászati osztályon is végeztek tesztelést, ami eredményeképp egy újabb dolgozó és három beteg esetén derült ki, hogy COVID pozitív. Így péntektől a járványügyi szempontból elrendelt felvételi tilalom életbe lépett. A felvételi zárlat annyit jelent, hogy a kórházban most ápolt betegek ápolása, illetve gyógyítása továbbra is folytatódik, tehát senkit nem küldünk haza anélkül, hogy az állapota ne lenne megnyugtató, és ne vinnénk végig az ő gyógyítását. A gyógyításban az az egészségügyi személyzet, orvosok és szakdolgozók vesztek részt, akik mintavétel alkalmával negatív tesztet produkáltak. A dolgozók és betegek tesztelése folyamatosan történik. A felvételi zárlat az utolsó pozitív mintától számított 2 hétig tart. Ez jelen pillanatban szeptember 16-át jelenti. De ellátás nélkül nem marad senki, emelte ki a főigazgató. A Nemzeti Népegészségügyi Központ elrendelte, kijelölte azokat a betegellátó helyeket, ahol a mi betegeink ellátását meg fogják oldani. Járóbeteg vonatkozásában az Ajkai Magyar Imre Kórház a kijelölt, míg a fekvőbeteg ellátásban a Csolnoki Kórház lett az, aki ezt a feladatot bevállalja. A pápán ápolt betegekkel való kapcsolattartás a korábban megszokott módon történik, tehát névre szólóan a portál leadott csomagokat eljuttatják a betegekhez. Mától a Dózsa-György utca egyenes szakaszán folyik az ivóvízvezeték cseréje. A kivitelezők szakaszosan bontják fel az útburkolatot és építik ki az új vezetéket. Ma a Tókert utcai kereszteződés közvetlen közelében dolgoztak. Augusztus 27-én kezdődött meg a Dózsa-György utcai városi ivóvízvezeték cseréje. A munkák első ütemében a Dózsa-Tókert-Vasvári utca kereszteződésében dolgoztak. Pénteken estére befejeződött a városi ivóvízvezeték cseréje a Dózsa-György utca, Tókert utca, Vasvári Pál utca csomópontjában, így a kivitelező visszaadta a forgalomnak a kereszteződést. Ez azt jelenti, hogy a Tókert utca és a Vasvári Pál utca már használható. Az ivóvízvezeték csere mától a Dózsa utca egyenes szakaszán zajlik. Dózsa-György utcán az egyenes szakasz építése már vélhetően gyorsabb lesz. Naponta megbontunk körülbelül 30 méter körüli vezetéket, kivesszük a régi elhasználódott aszbesztcement vezetéket, és helyére beépítjük az új öntöttpes vezetéket. Igyekszünk a munkárkot még aznap visszatakarni. Mindig marad majd egy 10-15 méter hosszú munkárok nyitva, azt a szakaszt nem lehet használni, ott a lakók se tudnak bemenni az ingatlanaikra, ez nem vesz több időt igénybe, mindegy 24 óra. A munkák miatt a Dózsa-György utca, a Tókert és a Radnóti utca között továbbra is le van zárva. Erre a területre csak az ott lakók hajtatnak be, illetve az építési forgalom. Ezen a konkrét, és a lakók ezt a szakaszt használhatják zsákutca jelleggel, hiszen a munkavégzés területét viszont teljesen, azt a körülbelül 15-30 méter közötti szakaszt pedig kordonokkal teljesen elzárjuk a közlekedés elől, ott csak a járdán lehet közlekedni. A közel 300 méter hosszú szakasz munkálatai várhatóan 3 hetet vesznek igénybe. Hát az időjárástól is függ, illetve a műszaki problémáktól, de én remélem, hogy 3 héten belül végigérünk ezzel a szakaszon. Ezt követően a beruházás harmadik ütemében a Dózsa-György-Aradi utca csomópontban építik ki az új ivóvízvezetéket. A biztonsági előírások betartása mellett tartott a nyárbúcsúztató koncertjét Pápaváros fúvószenekara. A hagyományos hangverseny ezúttal is ingyenes volt, de korlátozták a közönség létszámát, azonban a jó hangulat és a vastaps így sem maradt el a megszokottól. A koncert nem csupán egy népszerű zenei alkalom, hiszen ekkor adják át a kiválasztott örökös és tiszteletbeli tagoknak az elismeréseket. Idén Horváth Dorina és László Katalin vehette át a díszok levelet és emlékérmet. Az újévi koncert óta most találkozott először közönségével a zenekar, és ez nagy öröm volt mindkét félnek. A repertoárban szerepelt többek közt induló, filmzene és világsláger is,
valamint válogatás az István a király című rockoperából. Tervben volt, hogy fogunk a augusztus 20-án egy nagyobb István királyt előadni, tehát több számot a rockoperából. Ugye ez elmaradt. Most egy pár, tényleg csak egy pár számot bemutatóba elhoztunk, hogy azért lássák, hogy mi megtanultuk rajtunk, nem múlt a dolog. Az örökös tagdíjat olyan személy kapja meg minden évben, aki meghatározó tagja Pápaváros Fúvós zenekarának. Idén ezt az elismerést Horváth Dorina vehette át. Dorina 15 éve tagja a zenekarnak, itt nőtt fel. Pörgős, vidám személyiségével mindig részt vesz a legnagyobb kihívásokban is, legyen szó új hangszerről, például fúvola helyett szaxofonról, vagy épp a fúvós fesztivál szervezéséről. Mit adott neked ez a 15 év ebben a zenekarban? Mindent. Ez egy család. Voltak benne gyerekszületések, házasságok, amiket végigkísértünk, szülinapozások, tényleg mindenben egymást támogattuk, és nem csak az örömben, hanem sokszor a bánatban is, és ez tényleg az a közösség, ahol az ember a családját, a második családját találja meg, és tényleg mindig számíthatunk egymásra. A tiszteletbeli tag címet azok kapják, akik segítik az együttest. Idén László Katáé ez az elismerés, aki a fúvós fesztiválok és az újévi sók rendszeres közreműködője. Mint mondta, őt a zenekar inspirálja. Az emberek tényleg nagyon inspirálóak. A próbák, amikor így készülök egy újévi koncertre, akkor mindig lemegyek próbára. Ha van mellettem társ, mint például a legutóbb ugye a Szabó Szilárd, akkor lemegyünk próbára, engem az mindig inspirál, és tényleg viszem a sorrendet, és akkor valahogy így a zene adja szerintem, a zene is adja ezt a dolgot, akkor mindig elkezdek írni, és akkor jön az ihlet. A pápai közönség ki volt már éhezve a fúvósok muzsikájára, de ezt a koncertet csak 400-an láthatták. Az, hogy mikor lesz a következő fellépésük, még nem tudta megmondani Horváth Adrián karnagy. Mint mondta, ez nagyban függ a járvány alakulásától. A világ legmostohább sorsú katonai repülése a miénk, mondta Kosicki Attila nyugállományú repülőaltábor Nagy Ajókai Morvárosi Könyvtárban tartott előadásában. A trianoni döntés katonai repülésre, légierőre gyakorolt hatását és a magyar repüléstációit mutatta be a tőle megszokott érdekes történetekkel fűszerezett prezentációjában. Kosicki Attila még októberben és novemberben is jön Pápára, beszél majd a reptér történetéről és a Magyar Honvédség légierejéről. Bármilyen furcsán hangzik, a trianon okozta sérülés a magyar katonai repülésbe még egy picit a mai napig is látszik. Mondta Kosicki Attila. Hisz még a környező országok szabadon megalapíthatták és fejleszthették légierejüket, a magyarok kényszerpályán mozogtak. 1918. novemberben megalakult a légierőnek a magja, a magyar légierő magja, és akkor ez ment egészen tavaszig, mintegy 3-4 hónapig, akkor jött a vörös légierő, mert ugye a tanácsköztársaság megalakult. A vörös légierő megszűnt, jött a nemzeti légierő Szegeden, a Horthy által megszervezett, ez tartott 1920-ig, utána semmilyen légierő nem lehetett, de a magyar azt kifundálta, hogy valami rejtett légierőt csak kell valahogy csináljuk. Két vonalon is próbálták menteni a menthetőt. Volt egy részvénytársaság, melyben az első világháború pilótái, szakemberei dolgoztak, és ezzel párhuzamosan a kereskedelmi minisztérium kapott egy osztályt, ahova a katonai repülés tartozott. 1939-től aztán ismét lehetett hivatalosan is légiereje az országnak, ez azonban 1945-ben megszűnt. Pár év múlva igyekeztek létrehozni a demokratikus légierőt, a világháború tapasztalt szakembereire támaszkodva, melyet aztán különös módon köszöntek meg. Igénybe vették a hortista légierő tiszthelyetteseit, a pilótákat, a műszakiakat, mindenkit bevontak, akit lehetett, aki itthon volt, és 1951-ben, amikor már 3 év alatt ezek az emberek a fiatalokat, az új demokratikus légierőt úgy talpra állították, a 13-ak perét megalkották, egy koncepciós per. A második világháború hősei közül volt, akit halálra ítéltek, volt, akit életfogytiglanra,
s volt, aki hosszú évekre börtönbe került, csak azért, mert tette azt, amihez értett. Ez volt az 5. szakasz, ma pedig már a 9. járunk, mely 2007 óta tart, légierő szervezet működik hazánkban. Holnapra elvonul a hidegfront. Az időjárási részletekkel néhány másodperc múlva jövünk vissza. Kedre a hidegfront elvonul, kiderül az ég, országszerte szinte zavartalan lesz a napsütés. Kezdetben keleten még élénk lehet az északi-északkeleti szél. Kora reggel 7-15, délután pedig 23-28 fok várható. Szerdán is felhőtlen, ragyogóan napos időre van kilátás. A déli szél északnyugaton kissé megélénkülhet. A friss hajnalt 25-30 fokos maximumok követik majd. Kedves nézőink, ez volt a Híradó hétfőn itt a Pápavárosi Televízióban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!